gyakorlatilag itt ez egy bástya volt, egy a Szent Jobbi Végvárnak a dél-keleti bástyája, és erre építették rá a 18. században ezt az épületet, nem pont ebben a formában, ez meg tulajdonképpen 20. századi bővítés, és ennek lesz egy nagy átépítése. Szent Jobb ugye nagyon híres történelemmel rendelkezik. Visszatekíthetünk egész 1083-ig ugye egy nagyon érdekes helyszín, ahol a Szent Jobbot, magát Szent István királyunk jobb karját őrizték, és a településen Szent László, első László király járt, aki meglelte, felfedezte, hogy itt őrzi Merkurius apát a Szent Jobbot, és ő adta a településnek a nevét, a Berek kis névről lett átkeresztelve Szent Jobbra 1083-ban. Szent Jobbi Bence és apátságot Szent László alapította, így kötődik, így került a Szent László út egyik állomásaként ebbe a PNRR által finanszírozott programba. A egész középkoron keresztül működött az apátság, a 16. század elején a pálos rend birtokába került. A 16. század közepén gyakorlatilag megszűnt a kolostor, a reformáció eredményeképpen, a település pedig különböző nemesi családok birtokába került, akik közül a Rédeiek voltak azok, akik a 17. század elején kiépítették alig, hanem a középkori erődített kolostor épületet egy végvárrá. Amikor az osztrákok visszafoglalták 1691-ben a Szent Jobbi várat, akkor nem sokkal azután le is rombolták, emiatt földkupacok állnak manapság a vár területén, és mindössze a délkeleti bástya az, ami viszonylag jobb állapotban megmaradt felmenő falakkal együtt, ugyanis a 18. században erre építették rá a újjá alapított Szent Jobbi apátságnak az épületeit. Maga a templom a régi várnak az egyik bástyájára épült fel. Híres búcsújáróhely is volt, mivel a templomunk az Kisboldogasszonynak van felszentelve. Régebben még a kommunizmusban is jöttek szekerekkel a környékről, messzebbről, tehát rengeteg ember megfordult, és most már több éve a püspökség is, a püspökatya is becsatlakozott, és rendes zarándoklatot hirdet minden évben, ami most is meg lesz tartva szeptember 14-én. Féltünk, hogy szeptemberben már ugye itten építkező telep lesz, de még az nem indult el, úgyhogy meg fogjuk tudni tartani az idei zarándoklatot is. És aztán reméljük, hogy a munka is el fog kezdődni, mert több mint 2 millió eurós pályázat lett megnyerve. Ez hatalmas összeg, ami a településünk körforgásába fog bekerülni. Itt mindenféleképp ugye fel fog újulni az egész templomunk, kívül belül az egész udvari rész, amit kint láthatunk, és van egy apátsági kastélyunk, ugye egy elalakú apátsági kastély, ami teljes mértékben fel fog újulni, több szintje lesz. Itt egy L-alakú, viszonylag szerény architektúrájú épület az, amit szeretnénk átalakítani, manzárdosítani, és kiállítóhelyeket kialakítani benne, illetve az emeleten pedig a különböző monasztikus, illetve kolduló rendeket bemutató rendtörténeti kiállítások fognak helyet kapni. Ezen kívül a különböző zarándok tevékenység fog helyet adni. Szeretnénk nagyobb lélegzetű régészeti feltárásokat folytatni, egyrészt azért, hogy a 17. századi végvár különböző elemeit azonosítani tudjuk, napfényre hozzuk, és reményeink szerint megtalálnánk a középkori apátságnak az alapjait. Nagyon szerencsésnek érzem magamat és a települést is, hogy egy ilyen lehetőség adatott számunkra. Eddig ilyen Romániában nem volt, és úgy gondolom, hogy tényleg ez egy szerencsés helyzet, hogy egy ilyen közösséget, egy ilyen múltat, egy ilyen emléket vissza tudunk építeni a jövőkor számára is.